Az aradi vértanúk az a 13 magyar honvédtiszt, akiket az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverése után az abban játszott szerepük miatt Aradon kivégeztek. Amikor lángra gyújt a tehére ezer év hosszú éjszakán. A Szekszárdiak ünnepi műsora a Babits Mihály Kulturális Központban volt, ahol irodalmi megemlékezést adtak elő a Pécsi Tudományegyetem I. és Gyula gyakorló, alapfokú művészeti iskola és gyakorló óvoda diákjai, a Tolna Vármegyei Nemzetőr Egyesület és a Honvéd Hagyományőrző Egyesület közreműködésével. Az eseményen résztvevők a Béla Király téri emlékműnél koszorúztak. Szabó Szilárd, a Dombóvári Egyházközség lelkésze emlékező beszédet tartott a dombováriaknak a Hősök szoborcsoportjánál. 175 éve annak, hogy a császári megtorló hatalom úgy gondolta, hogy igazságot szolgáltat. Az igazság szolgáltatás, hogyha a győztesek által írt történelemkönyvek lapjait lapozzuk, akkor sikeresnek mondható. Azonban úgy gondolom, hogy a legyőzöttek ereje, a sokszor az áldozatvállalásban, a mártíromságban, egy igazügy felvállalásában és végigvitelében keresendő. A dombóvári Cséri Lajos Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola növendékei előadással emlékeztek meg az aradi vértanúkra. A városban hagyomány, hogy a nemzeti ünnepeket és a nemzeti gyásznapokat az iskolák megemlékezése adja a város számára. Az idei évben az október 6-ai műsor volt az, amit iskolánk felvállalt és ahol szolgálatot vállalt. A gyerekek már hetek óta nagy örömmel és lelkesedéssel készültek. Három kollégám állította össze a műsort. A városi ünnepség az Aradon kivégzett hősök szobrainál koszorúzással ért véget.